Az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány zöldalma programja évek óta sikeresen zajlik. Cél a diákok megismertetése a gyomnövénynel, annak káros hatásaival. A projekt része a kispályás labdarúgó torna, melyen ezúttal a sportolási, a mozgási a főszerep. Az alapítvány 7. éve szervezi a Parlagfű kupát a régió alsó tagozatos általános iskolásainak. Az idejében 5 általános iskola nevezett egy-egy csapattal. A csapatok ugye 7 főből álltak. A rendezvény nagyon népszerű, nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon sportszerűen és jól játszottak. Amit ugye el tudok még mondani, hogy 2 segítőnk volt. A foci mérkőzéseket Laca József, illetve Sipos György vezette le, ők segítették a munkánkat. A tornát körmérkőzéses rendszerben szervezték, így minden csapat megküzdött egymással egyszer 15 perc erejéig. A Parlagfű kupán kimagasló teljesítményt nyújtott a 2. Rákóczi Ferenc általános iskola együttese. Az intézmény az összes meccsét úgy nyerte meg, hogy gólt sem kapott az összecsapásokon. Nagyon jó kis szervezés, én úgy gondolom, hogy megmozgatja egy kicsit a srácokat a monoton tanulás utána az edzések alatt. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Azt kell tudni a csapatról, hogy olyan tervekkel jöttünk, hogy meglátjuk, hogy mi a helyzet, hogy alakul, de hát ezeknek a gyerekeknek a 90%-a együtt futballozik itt az Atomerőmű Sportegyesületben, úgyhogy nagy meglepetés nem ért bennünket. Azt hiszem talán a mi csapatunkban volt a legtöbb olyan játékos, aki versenyszerűen futballozik. A 2. helyen a Bezerédi, a 3. helyen pedig a Balogh-Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium végzett. A további sorrend Németkér, valamint a Deák Ferenc Általános Iskola. A gólkirály Szendrei Ákos, a legjobb kapus Sárosi Árpád, míg a legjobb játékos a mezőny egyetlen hölgy tagja Bodajki Zorka lett.